Luhanszki területen elmentek egy lakótelepre, és ott fölvettek egy ilyen propaganda videót. Lehetett látni, hogy ott szavaznak ilyen mindenféle mozgó urnákra, és utána megszólaltatták azt a képen. Szavazott egy ilyen 50-es férfi volt, és mondta, hogy nagyon komolyan kell venni ezt a szavazást, mert minden egyes szavazat számít bele a kamerába. Itt tartunk. Moszkvában viszont nagyon érdekes, hogy nagyon vegyes a kép, és simán merik bírálni és Putyint, és simán mondjuk a kamerában mondták azt, hogy hát szerintük ez a választás ez egy tök színház az egész. Ez itt a hét videója, a Klasszis Lapcsalád műsora. Ezt a videót az utca túloldalán lévő orosz nagykövetség előtt szerettük volna leforgatni, hát nem sikerült, megbeszéltük a rendőrökkel, hogy legyen inkább békesség, úgyhogy itt maradunk, de... Egyébként nem vagyunk rossz helyen, mert azért a háttérben látszik az orosz nagykövetség, talán még az ászlót is ki lehet venni, illetve hát azért nézzük meg, hogy itt vagyunk egy emlékhely előtt, ugye Navalnyinak az emlékhelyénél vagyunk, és erről nekem sok minden eszembe jut, de mondjuk eszembe jut az, hogy mi történik most péntek és vasárnap között Oroszországban. Hát nagyjából sejtjük, hogy mi lesz, az eredmény az borítékolható, talán az aránya lesz kérdéses, de én azt javaslom, hogy kicsit próbáljunk meg előre nézni, és azt nézzük meg, hogy a következő egy-két évben mekkora játéktere lesz Putyinnak, illetve az orosz vezetésnek, a gazdasági életet hogyan befolyásolja a háború, és hogy mit tud tenni az orosz kormány annak érdekében, hogy valahogy kivédje azokat a korlátozásokat, amik most már azért egyre durvábban érintik. Igen, hát ugye a fő kérdés ott szerintem, és erről azt hiszem, te is szoktál érni, meg azt hiszem én is, hogy ugye mi lesz a nagy energiahordozóknak a bevételeivel, mert az export bevételeivel, ugye itt elsősorban az olajra és a gázra gondolunk. Az olaj és gázbevételek, ha jól emlékszem, akkor ilyen legalábbis az, ami ugye a cégektől befolyik a orosz költségvetésbe, az ilyen 24%-kal esett tavaly, aminek ugye több oka volt, egyrészt ugye a szankciók, másrészt ugye az olajárak is negatívan alakultak, mármint ugye csökkentek 2022-höz képest, de nem borult meg még az orosz gazdaság, hiszen mondjuk a GDP az több mint 2%-kal még nem, így is nem, de azért nőtt. Idén maximum 1%-ot jósol az összes nyugati elemző. Ugye az orosz forrásoknak kevéssé lehet hinni, meg a statisztikai adatoknak. Ugyanakkor még azt azért aláhúznám, hogy abban nincs változás, hogy az orosz gazdaság továbbra is elsősorban a nyersanyagokból tud valamiféle tőkét kovácsolni, és hiányzik az a fajta teljes átváltozás, ami a nyugati társadalmakra, a gazdaságokra jellemző, hogy a technológiai irányba mennek el. Nem hallottam arról, hogy rengeteg új orosz technológiai újítás lenne. Hát persze a hadiparban van. Meg ugye nincs is kinek eladni, hiszen a szankciók gyakorlatilag azok arra is vonatkoznak. Egyébként amit mondtál, hogy ha jól emlékszem, akkor a tavaly a költségvetés bevételeinek ilyen 34, tehát körülbelül harmadát tették ki az a gáz- és olajipari bevételek, ami azért óriási, ha belegondolunk. Nagyon-nagyon magas arány. Melyik néztem egyébként, mielőtt ide jöttünk, hogy az idei költségvetés hogyan alakult, az orosz költségvetés, és tovább növekedett a hadiparra költendő pénznek az aránya. Most már legalább ilyen 25%-nál tart, ami hihetetlen magas, hogy gondoljunk bele, hogy egy valós hadi gazdaságot kell ugye táplálni állandóan, aminek nagyon sok korlátja van. Igen, persze azt is tegyük hozzá, hogy ugye valamennyire azért sikerült ezeket az eladásokat átcsatornázni. Ugye a legnagyobb felvevő piac most ugye India és Kína lett, mármint az olajnak és a gáznak. Olvastam valami elég megdöbbentő adatot, hogy India a háború előtti állapothoz képest valami 13-szorosára növelte az Oroszországból az importját, és ami érdekes, hogy az orosz olaj, amit behoznak Indiából, azt ők feldolgozzák Indiában, és tovább exportálják az Egyesült Államokba. Tehát gyakorlatilag az orosz olaj végső soron nyilván átalakítva az USA-ban köt ki, ami egy elég érdekes dolog egyébként. Szerinted a szankciók, amiről most már a kormány is, a magyar kormány is elismeri, hogy léteznek, sőt meg is szavazta az összes uniós szankciót, azok akkor mekkora kárt okoztak eddig az orosz gazdaságnak? Mit látsz ezen a területen? Hát az biztos, hogy kárt biztos okoztak, hiszen ezt megint egy ilyen adatot olvastam, hogy azt hiszem az Európába irányuló olajszállítások
ugye valami 40-50%-át tették ki a háború előtt az olaj a régebben az orosz exportnak, és ez most ilyen 4-5%-ra csökkent, ugye gyakorlatilag már csak Magyarország, Csehország, Szlovákia, azt hiszem, tehát, hogy mi ugye importálunk Oroszországból olajat gyakorlatilag, illetve ugye hát a tengeri szállítás az teljesen ugye be van tiltva, tehát azt hiszem kár lenne tagadni, hogy ez elég fájdalmas volt az orosz gazdaság számára, az más kérdés, hogy azért ez sikerült valamennyire átcsatornázni. Én tudom, mit olvastam, hogy a technológiai háttér az, ami nagyon megcsinlete ez, tehát az informatikai rendszereknek az alkatrész utánpótlása, a légiközlekedésben az alkatrész utánpótlás, ugye nagyon sok orosz légitársaságban nyugati repülők, Boeingek és Airbusok működnek, ugye ezeket szintén nem szállítja ma egyik gyártó sem. Persze megpróbáltak Dél-Kelet-Ázsiában régebbi Boeingeket vagy Airbusokból származó alkatrészeket valahogy becsatornázni, de ez nem olyan nagy siker. Igen, hát azt szerintem nagyjából az látszik, hogy tehát összeomlás az azért nincsen, de nyilván ezt azért megérzik, szerintem ez nyilván azért az életszínvonalra is kihat, tehát azért ez kár lenne tagadni, de másrészt azért azt is látni kell, hogy azért elég hatalmas tartaléka van. És hát ilyen szempontból mondjuk azért előnyösebb, és talán itt most átmehetünk kicsit a katonai, illetve a politikai területre, tehát azért előnyösebb Oroszország helyzete, legalábbis pillanatnyilag, mert hogy nagyon nagy tartalékokra nyúlhat vissza, ugye nagyon nagy a hátországa, amit ugye Ukrajna nem tud elérni, szemben Ukrajnával, amelynek ugye a nyugati támogatása, mondjuk az amerikai, nézzük ugye Washingtont, ugye az még jelenleg is sem hagyták ugye jóvá a legújabb támogatási csomagot, és hát ugye Ukrajna kisebb. Említetted a háborút, hát ugye nem vallják be az oroszok, de mindenki tudja, hogy azért több százezresre tehető a konkrét katonai halottaknak a száma. De ugye nem csak ez a veszteség az orosz gazdaság számára, mert ugye ezeket pótolni kell valahol, és akiket meg kivesznek a munkából, ugye azok a munkaerőpiacon hiányt jelentenek ezáltal, hanem az a nagyon-nagyon sok főleg fiatal, aki elhagyta Oroszországot a háború kezdete óta, a legszolidabb becslések szerint is legalább 1 millió emberről beszélünk, és ennek a jelentős része nagyon képzett, fiatal, 30-35 éves vagy annál fiatalabb ember, férfiak és nők, ők nincsenek ott az orosz piacon, nincs hosszú távon, ez egy veszteség Oroszországnak, ők nem fognak visszatérni, ez biztos. Igen, hát meg hát ugye említetted a veszteséget, ugye erre hivatalos adat nincs, és nem is fognak soha. Egy amerikai becslést tudok, ami ilyen azt hiszem több százezres veszteségről szól, de abban mondjuk úgy van, hogy 70 ezer a halott és több mint 100 ezer a sebesült, de mindenképpen egy jelentős veszteség, illetve hát azért az sokat elmond a orosz állapotokról, hogy folyamatosan a börtönökből kell utánpótlás toborozni. És szavazzatok ugye Vlagyimirovicsra. Mellesleg pont most a két nappal a választások hivatalos kezdete előtt láttam, megnéztem a TASZ-nak a videószolgálatát, friss aznapi dolgok voltak szerdán, és elmentek egy lakótelepre, egyik megszállt területek, Luhanszki területen elmentek egy lakótelepre, és ott fölvettek egy ilyen propaganda videót. Lehetett látni, hogy ott szavaznak ilyen mindenféle mozgó urnákra, és utána megszólaltatták azt a képen szavazott, egy 50-es férfi volt, és mondta, hogy nagyon komolyan kell venni ezt a szavazást, mert minden egyes szavazat számít bele a kamerába. Igen. Itt tartunk. A másik ilyen, hát számomra kuriózum volt, hogy itt van ez az elnökválasztás, és ugye a TASZ-on mi volt a vezető gazdasági hír? Az, hogy ismét lehet orosz sertéshúst exportálni Kínába. Hát, igaziból nem veszik ezt az egészet tudja, komolyan. Tudjuk, hogy ugye hivatalosan, ha jól tudom, négy induló négy van. Négy van. Hát, és ugye lenne egy ötödik, igen, ugye? Igen. De ő már nem indulhat. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz a nyugati reakció. Hát azt szerintem elég borítékolható, hogy ugyanaz, mint eddig, hogy hát ez egy nem szabad választás, stb. Egyébként visszatérve arra, hogy kik szavaznak és hogy szavaznak, annak idején még beszéltem egy Oroszország szakértővel, egy egyetemi adjunktussal, és ő azt mondta, hogy szerint azért nyilván a fiatalok
inkább Putyin ellenesek, inkább háború ellenesek, és az idősek, akik esetleg még akár még a szovjet rendszerből is rendelkeznek emlékekkel, ők inkább háború pártiak. Egyébként nyilván személyesen sajnos nem jártunk Oroszországban, mármint tapasztalatszerzés céljából, de az érdekes, hogy én szoktam nézni egy YouTube csatornát, ilyen fiatal srácok csinálják, az 1420, és azért is mondom ennek az eredményét, mert ez szerintem magyar szempontból is érdekes, és ő meg szokott szólaltatni utcán, abszolút járók előket, Moszkvában, illetve vidéken. Vidéken szinte mindenki Putyin párti, legalábbis azok közül, akik hajlandók kamera elé állni, mondjuk a 90% azt mondja, hogy ő támogatja Putyin, stb. Moszkvában viszont nagyon érdekes, ugye nagyon vegyes a kép, és simán merik bírálni is Putyint, és simán mondjuk a kamerában mondták azt, hogy hát szerintük ez a választás ez egy tök színház az egész, és igazából nincs. Mindenki tudja, mi lesz az eredménye. Lesz-e a közeljövőben, mert ugye azt mondtuk az elején, hogy így megpróbálunk előre tekinteni, lesz-e a közeljövőben, mondjuk a következő 3-4 évben akkora ilyen ellenállási hullám, ami elegendő ahhoz, hogy legalább picit megrengesse ezt a diktatúrikus rendszert, ami most Oroszországban van? Hát szerintem, ezt megkérdeztem annak idején a Rácz András Oroszország szakértőtől, és ő is valami ilyesmit mondott, hogy ilyen nagy ellenállás nem nagyon várható, ennek sok oka van, egyrészt, hogy eléggé jól be van betonozva Putyin a hatalomba, és megvannak a saját emberei, és ugye azt láthatjuk, hogyha a Navalnyi esetében is, hogyha bármilyen tüntetés volt, akkor egyből 10 percen belül ott voltak a rendőrök, és mindenkit bevittek, tehát hogy azért ez eléggé visszatartó erő. Szerintem akkor lehet nagyobb zűr, hogyha ezek a szankciók, vagy ez a gazdasági visszaesés, ez mélyebb lesz, és nagyon rányomja az életszínvonalat. Mondjuk a mostani 6-7%-os infláció tovább növekszik. Igen, de szerintem ehhez nagyon, ugye ezt már mondják 2 éve, hogy majd, ha jönnek, annak idején mondta az interjú alanyom is, hogy ha majd jönnek haza a koporsok, akkor fölébrednek az oroszok, de hát ilyen szempontból még... Egyelőre még nyoma sincs ennek. Egyelőre én nem látom ennek nyomát, és hát nem tudom, tehát hogy vagy nem annyira rebellis az orosz társadalom, vagy annyira be van fogva, vagy annyira ugye le van korlátozva, hogy igazából... Megfélemlítve talán? Hát bizonyos szempontból igen, nyilván nem úgy, hogy most tömegével ölik az embereket, de hogy azért nyilván sokkal korlátozottabb az egész mozgási tér, mint mondjuk nyugaton, vagy akár nálunk. Hát ennyi volt most. Vissza fogunk térni még arra, hogy hogyan alakult a belpolitikai helyzet Oroszországban a választások után, és elemezni fogjuk a későbbiekben is azt, hogy mekkora az a bizonyos játéktér, amiről az előbb beszéltünk. Köszönjük a figyelmet, iratkozzanak föl a YouTube csatornánkra!